Melyik az az akadémia, amely három játékossal az U21-es válogatott gerincét adja, az A válogatott bő keretébe is delegál futballistát, és felnőtt csapata pedig jelen pillanatban a legnagyobb mértékben foglalkoztatja a fiatalokat az NB1-ben? A Vasas Kubala Akadémiáról van szó, melynek sikeressége az ott dolgozó edzők és a pallírozódó gyerekek szerint nagyrészt a családias hangulatban rejlik. Az lehet a legfőbb jellemző, hogy mint látod, rengeteg gyerekünk van, és szeretnénk azt, hogyha a gyerekek jól érznék magukat, örömmel jönnének ide, és egy családias hangulat lenne. Számunkra ez nagyon fontos, és bízom azt, hogy a fejlődésüket is tudjuk biztosítani. Természetesen ez önmagában még édes kevés lenne az eddig elért eredményekhez. Napról napra nagyon komoly szakmai munkára van szükség. Az akadémia minden napja ugye úgy kezdődik, hogy egy órától bejönnek az edzők, és akkor felkészülünk a napi munkára. A gyerekek iskolában vannak, ugye nyílt akadémia, idő után jönnek edzésekre, bár mondjuk az iskolákkal kontaktban vagyunk, tehát tudunk a gyerekekről mindent. Vannak kollégistáink is, közel 400 gyerek pallírozódik itt az akadémián. Erősebbet, Dani! Filozófiánk az, hogy egyéniségeket képzünk, és embert nevelünk. Ugye nagyon fontos, hogy olyan játékosok jöjjenek ki az akadémiáról, akikre majd fel lehet nézni, és tudjuk biztosítani azt az utat, amivel ők megvalósíthatják az álmaikat. Mindemellett az sem elhanyagolható tény, hogy az akadémia nemrég együttműködési megállapodást kötött a holland Vitesse utánpótlásával. Úgy gondolom, hogy ők azért előttünk járnak utánpótlás képzés területén, viszont realitás van arra, hogy tőlük átvegyünk dolgokat, ő általuk képezzük magunkat, és esetleg további hasznos kapcsolatokat alakítsunk ki ezzel az egyesülettel. Nem zárható ki, hogyha valamelyik játékosunk a pályafutásának olyan szakaszában, amikor szakmailag és emberileg is indokolt, hogy ő esetleg kipróbálja magát külföldön, akkor természetesen ennek nem lesz semmi akadálya, viszont nem emberkereskedelmet folytatunk, tehát nem az a lényeg a kapcsolatnak, hogy minél több játékost eladjunk Hollandiába. Az akadémia nem válogat. Kislányok is ugyanúgy járhatnak az edzésekre, bár Zsófi esetében ez nem is volt kérdés. A jobb lábát sok fiú kortársa megirigyelni. Most jöttem ide, mert eddig a Vasasnál voltam. Pasarét Vasasnál, de azért jöttem át, mert a Vasasnál hát felosztott a csapat, tehát hogy alig voltunk. Nem én akartam focizni, hanem a barátom, aki most az U10-eseknél van, ő kérdezte meg, hogy szeretnék-e járni focizni, és én azt mondtam, hogy kipróbálom. Zsófi a testvérével, Ricsivel jár az akadémiára, aki nagyon komoly jövő előtt áll, hiszen nem is olyan régen a portugál Porto csapatában járt próbajátékon. Egész család a foci terén mozog. Két bátyám is itt focizott, ők most igen idén váltott a klubot, de szerintem mi is nagy hatása voltunk magunkra. Heti négyszer vagy ötször edzünk, csütörtök általában pihenő szokott lenni, vagy csak ilyen mentális tréning, és vannak két hetente reggeli edzések is. Ricsi is dicsérte a családias közeget, melynek része Cvitkovics Péter is, aki bár még a Vasas felnőtt csapatában játszik, már az akadémia edzéseinek lebonyolításában is segítkezik. A gyerekek Petiván szólítanak, el is fogadtam így is, hogy maradt ez a megszólítás. Hát a csapattársak között marad a Cicó, tehát azt csak poénkodnak, hogy mester vagy Peti bácsi. Júniusban elvégeztem az MLS által indított C-licences képzést, és ahhoz, hogy tovább tudjak lépni a B-licenszre, ahhoz 1-2 év kell a gyerekekkel foglalkozni, és megbeszéltem a Vasas vezetőjével, utánpótlás vezetőjével is, a Kubala Akadémia vezetőjével is, hogy van-e ilyen lehetőség, és szerencsére volt. Amikor arról érdeklődtünk tőle, hogy látja-e már az akadémián az új Cvitkovics Petit, meglepő választ kaptunk. Azt nem szeretném látni, inkább az új Messit szeretném látni. Bízom benne, hogy ebből a korosztályból, igaz, hogy ugye nagyon az elején vannak 9 évesek, hogy ha egy-két játékos első osztályba vagy a külföldre tud menni, az mindenképp jó visszajelzés. Azon vagyunk, hogy minden alapot megtanítsunk, amit nekem annól nem tanítottak meg, tehát serdülő szinten. Tehát nálam nem volt ilyen edzések sajnos, amit tudtunk, azt magunktól tudtuk, és biztos, hogy ez miatt is ma hátrány a mostani magyar focisták, mert látszik, hogy azért van képzettségbeli hiány, akár még az ügyesebbnek vélt játékosoknál is, de abban bízok, hogy ezek a fiatalok meg fogják tanulni ezt, és elsajátítani azt, ami kell a profi focihoz.